Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Államalapító királyunk Szent István ünnepén hagyományos módon átadták a Székesfehérvár megyei jogú város elismeréseit. Ebben az esztendőben Székesfehérvár díszpolgára címmel Spány Antal megyés püspök urat tüntették ki. Excellenciás uram, minden székesfehérvári nevében gratulálok önnek. Köszönöm szépen. Székesfehérvár díszpolgára, Fejér megye díszpolgára, tehát most egy rövid felsorolás következik, Alsó Szent Iván díszpolgára, ez szintén ebben az esztendőben, emellett Deák Dénes díjas, a Magyarok Nagyasszonya szobor kitüntetettje, a Százak Tanácsának tagja egykoron, a Katolikus Karitas elnöke, ami nagyon-nagyon fontos, és nem mellesleg a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója. Jelmondata pedig dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Egy életút interjút szeretnék önnel, még pedig azért, hogy megismerjük egy kicsit közelebbről azt az utat, amelyet be kell járnia egy Budapesten született, egy 4 gyermekes családban született ifjúnak ahhoz, hogy hittel élőként elérje azt, amit neki rendelt az Úr Jézus. Nos, tehát amikor arról beszélünk, hogy milyen élete lehetett az 50-es, 60-as években egy 4 gyermekes budapesti család sarjának, hiszen ez egy meglehetősen különös időszak volt. Egy olyan időszak volt, amit akik megéltek, azt hiszem pontosan tudják, hogy mennyi nehézséggel, mennyi félelemben, mennyi figyelemben kellett teljen minden embernek minden napja. Mi is ezt éltük és ezt tapasztaltuk. Meg kellett tanulnunk az iskolában azt, amit történelem órán mondtak, de otthon a beszélgetésben azért tudtuk azt is, hogy nem minden pontosan úgy történt, ahogy az azokban a történelemkönyvekben le volt írva. De világossá lett téve előttünk, és ezt megértettük, hogy nem tartozik minden más emberekre kifelé a családból. A családon belül megéltük a hitünket, de kifelé nem beszéltünk róla. Azt mindenki látta, tudta, hogy mi templomba járó emberek vagyunk, a saját templomunkban mentünk, egész család együtt járt templomba szentmisére, de erről nem beszéltünk, nem dicsekedtünk, nem volt beszéd téma. Mint ahogy azt sem, hogy milyen politikai elgondolás szerint éljük mi a mi belső életünket. Ez egy feszült világ volt, amelyen azt hiszem, hogy tanultunk is belőle, erőt is kaptunk belőle, és hát példa volt az a szülőknek a helytállása, hogy ebben a világban fölneveltek bennünket. Püspök atya számtalanszor elmondta, hogy édesapja egy igényes templom járó ember volt. Igen. Ami azt jelenti ebben a jelzőszerkezetben, hogy nem elégedett meg azzal, hogy azon az egy bizonyos helyen milyen szentmiséket hallgathat, hanem eljártak különböző templomokba, ahol az egy kicsit mélységét is megtapasztalták a hitnek. Igen, ő mindig kereste azokat a szónokokat, akik nem csak szépen tudtak beszélni, nem csak jól elmondták a szónoklatukat, hanem a gondolataik is mélyek voltak, és fontos volt számára, hogy hiteles legyen. Tehát nyilván abban az időben, amikor békepapság nagy befolyással bírt az egyházi életben, ő neki fontos volt, hogy hiteles papokat találjon, nem csak olyanokat, akik szépen beszélnek, hanem akik megszenvedték a maguk hitét, és ki tudtak tartani szenvedések árán is a saját hitükben az egyházban. Miként lehetett megélni egy hittel élő fiatalnak, hogy egy úgynevezett, nagyon is idézőjelben sima középiskolába kellett járnia? Az nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű. Az jó volt, hogy az iskola közel volt a családi otthonhoz. Ezt azt jelentette, hogy én reggel el tudtam menni szentmisére, minden nap, hétköznap is minisztráltam, és az iskolába a szentmise után tudtam tovább folytatni az utamat. Tehát útba esett a templom, és ez nekem erőt adott, ez segített. Különös kegyelme a Jóistennek, hogy második osztálytól kezdve a gimnáziumba egy olyan matematika-fizika tanárunk lett az osztályfőnök, aki egyébként piarista pap volt, de nem volt bent a keretbe, hogy akkor mondták, nem működhetett, mint pap, de mint tanár valahogyan sikerült neki megkapaszkodnia, és ebbe a kis gimnáziumba, amelybe jártunk,
csupa fiúk, ott ő kapott állást, és ő lett az osztályfőnökünk. Nem beszélt soha erről, hogy ő pap. Ez véletlenül derült ki az én számomra, de nagyon örültem neki, és jó leső érzés volt látni még egyik-másik tanáromat, akik ebbe vagy abba a templomba láttam, hogy fölbukkannak. Tehát ők is egélték a hitüket, hitben élő emberek voltak, bár világi gimnázium volt ez, de erőt adtak nekem ezzel a példával ők is. Soha nem ingott meg abban, hogy kövesse testvérét a szemináriumban, fiatal felnőttként? Nem, inkább erőt adott a bátyám példája, erőt adott azoknak a fiataloknak a barátsága, akiket rajta keresztül ismertem meg, akik egy generációval idősebb papok lettek, mint amilyen én voltam, vagy a mi korosztályunk volt. A velük való kapcsolat, az ő üldöztetéseiknek az elviselése, és nekik több jutott ki, mint nekünk. Természetszerűleg idősebbek voltak, korábban kezdték ezt a pályát. Az mindig erőt adott és lelkesített, hogyha ők kibírták, akkor én is ki fogom bírni, hogyha ők megküzdöttek ezekkel a problémákkal, én is meg fogok küzdeni. Erősített, próbák erősebbé tettek. A akkori államrend megkövetelte, hogy sorkatonai szolgálatot Igen. teljesítsen. Ugye ez két esztendő. Milyen egy két esztendő egy hittel élő embernek, aki, és ráadásul egy olyan honvédségnél, a néphadseregben, ami teljesen különbözik bizonyos értelemben a hitétől, a mindennapok feszítettek, teljesen mások. Hát ez egy érdekes dolog volt. Szemináriumban első évfolyamból vették ki bennünket, és vittek el katonának Nagyatádra, ahol hát az első karácsonyi élményünk például az, hogy egy század körletbe laktunk, tehát az egész század egy terembe aludt és élt, és itt egy ágy közbe összegyűltünk mi kispapok, és olvastuk a Szentírást, a karácsonyi történetet, amikor az ügyeletes tiszt rajtunk csapott, és összegyűjtötte a bibliákat, és elkobozta. Ez volt a karácsonyi ajándékunk az első évben a katonaság részéről. De voltak bántó kijelentések, rossz ostoba, tréfák, de alapvetően azt gondolom, hogy azért mégis volt valamiféle tisztességünk és becsületünk, mert azt látták, hogy a kötelességünket lelkiismeretesen elvégezzük, tehát nem voltunk rossz katonák, nem volt probléma fegyelem terén, mert hát fegyelmezett emberek voltunk. Hát szellemileg nehéz volt azt a milliót ellensúlyozni magunkban, amit ott az ember megtapasztalt. Nagy öröm volt, amikor szemináriumi tanárok civilbe meglátogattak bennünket egy-egy látogatás alkalmával, elhozták az oltári szentséget, vagy ha kaptunk kimenőt, és be tudtunk jutni egy templomba, megbújva valahol oltár mögött, és ott tudtunk egy szentmisét meghallgatni, egy szentmisén részt venni, ez ritkában adódott azért meg nekünk. Tehát megvolt a megerősítés ezekben az esztendőkben is. Volt, és ezek fontosak voltak az életünkben. A szemináriumi évek viszont mindig egy olyan útravalót adnak, ami elkíséri az voltak éppen egész papi pályáján. Nagyon fontos volt az a teológiai szemlélet, amit ott az elöljáróktól, tanároktól elsajátíthattunk. Az a nyugodt, kiegyensúlyozott teológia volt, amit kaptunk, ami minden túlzástól a modernizmus és a konzervativizmusnak a mesdjéjén megtalálta véleményem szerint azt az utat, amely az egyház tanítása. Egyik irányban sem estünk túlzásba. Ez egy fontos szellemi eligazítási is út. És találtunk olyan tanárokat ott, akik igazán példát mutattak nekünk. Tehát ilyen példaadó tanár volt, például a Dékány Vilmos prefektus úr, aki aztán később pap lett, vagy Szendi József spirituális, aki veszprémi érseki rangra emelkedett, és ott töltötte be ezt a hivatását, de mások is voltak, akikre föl tudtunk nézni, akik igazán szellemileg és emberileg is tanítottak. Rózsa Huba, Wolberitz Pál, mások mellett kiváló tanáraink voltak. Ez egy rendkívül fontos időszak, hiszen ha a pályaévet nézzük, akkor a család, az iskola,
a szeminárium határozza meg voltak éppen a későbbi időszakot. És leginkább az, hogy amikor káplánként valaki elkezd szolgálni, hova kerül, milyen plébános mellett indulhat el azon az úton, amit választott magának. Én úgy gondolom, hogy így visszatekintve a ludányhalászi, majd Széchény az egy remek történet. Az én számomra nagy ajándék volt ez az időszak. Annak ellenére, hogy a vidéki élet az teljesen ismeretlen volt az én számomra. Én egy pesti gyerek vagyok, Pesten nőttem föl, nem is igen volt módunk arra, hogy igazán vidéken, akár nyaralás címén, hát kis időt is eltöltsek. Pesten zajlott az életem. Na most bekerültem egy teljesen vidéki életbe, ahol nógrádi emberek voltak, akiknek sajátos a lelkületük, az észjárásuk, de akiknek a szeretetét, a hitét én napról napra megtapasztaltam. Nagyon jó volt, nagyon sok hittanórát tartottunk. Ott iskolába kellett annak idején is már menni hittanórákat megtartani, mert a hívő nép ezt nem engedte, hogy ne legyen ott. Megkövetelték, és a hatalomnak tudomásul kellett venni, lenyelték ezt, hogy a 70-es évek közepén iskolai hitoktatás Nógrádban volt, rengeteg órába. Nagyon jó kapcsolat volt a fiatalokkal, gitáros zenekarral, miséken együttműködtünk, sokat kirándultunk, táboroztunk nyaranta, Mátrába. Persze titokban, akkor még ezek titkos akciók voltak, és idősekkel is sikerült jó személyes kapcsolatot alakítani, sok családdal, mind a mai napig vannak ezek a kapcsolatok. Ez rendkívüli méltóságot ad a papi hivatásnak, amikor látja, hogy a hívőkön azon a településen nem fog múlni semmi, függetlenül a Igen. társadalmi berendezkedéstől. Igen, ők kitartottak és kiálltak a hitük mellett. Olyan zarándok utakat szerveztek Széchényből, Mátra, Verebély, Szentkútra gyalogosan. Az azt jelentett, hogy szombaton hajnalban indultunk, késő délután megérkeztünk, ott aludtunk egy pajtába, másnap vasárnap a búcsúi misén részt véve indultunk aztán haza gyalog, hogy vasárnap estére hazaérkezve mindenki rendbe tegye magát, próbálja meg kipihenni ezt a nem rövid utat, és hétfőn reggel tudjon a munkába helytállni. Gyönyörű szép emlékeket őrzök erről az időről. Aztán hát tudjuk régről, hogy mindennek rendelt ideje van. Tehát visszatért természetes közekébe 5 esztendőre, ugye először a 9. kerület, tehát Ferencváros, Hallertér, majd a Rózsák tere, az egy, én azt gondolom, hogy az Árpádházi Szent Erzsébet templomban töltött idő, az egy különleges, nagyon sok mindent tett ott azért, hogy azt egyik oldalról ne felejts el a köznép sem, a hívők, de és azt hiszem, hogy épülésére szolgált önnek is. Valóban. Nagyon érdekes, hogy amilyen sok volt tulajdonképpen Pestről kimenni vidékre, és ott megtapasztalni azt az életet, megtanulni, majdnem ugyanilyen sok volt vidékről visszajönni Budapestre, a 9. kerületbe, ahol az emberek mentalitása teljesen más volt, mint amit addig megszoktam a papi életembe. Egy missziós munkát kezdtem el tulajdonképpen a Ferencvárosba, ami nagyon szép volt, és amit nagyon nagy örömmel idézek föl magamba. És onnan, amikor Erzsébetvárosba kellett menni, egy egészen másféle munkát bízott rám az akkori főpásztor. Részben a hívő közösséget kellett megszervezni, az elődöm idős volt és beteg, egy kicsit széthullott az egyházközség, és egy nagyon szép, de nagyon rossz állapotban lévő templomot kellett megújítani. És természetesen a társadalmi kapcsolatokat is akkor már lehetett és kellett is ápolni. Hát hála Istennek ezeket a kihívásokat nem csak magamévá tudtam tenni, hanem azt hiszem, hogy eredményesen tudtam ezeket teljesíteni. És a templom is épült, a közösség is épült, és a várossal is jó kapcsolatom lett, úgyhogy 7. kerületnek is díszpolgára lettem annak Igen. idején. Tehát ez egyfajta misszió volt. Egy misszió volt. Nagyon sajátos a 7. kerületnek az összetétele, mindenféle ideológiai, vallású, faji ember van együtt, de tudtunk ott békében és szeretetben élni, és hát szép emlék.
Mennyiben változott meg az életem a hivatásán belül, amikor érseki helynök lett, általános helynök, illetve főszentszéki bíró? Hiszen ez már egy újabb lépcső. Ez egy nehéz kérdés, mert az lett volna természetes, hogy én szakítok a korábbi életemmel, és vállalom ezt a hivatali küldetést, aminek megvannak a maga sajátosságai, szépsége is. Győzködött erről Paskai bíboros úr annak idén, hogy hagyjam ott a plébániát, és költözzem be az érsekségre. Én azt kértem tőle, hogy szeretnék megmaradni az emberek közelségében, és ha lehet, akkor hagyja ezt meg nekem, engedje meg. Ha nem megy a két munkát, nem tudom együtt végezni, akkor újra gondoljuk, hogy mit is kell csinálni. Reggel elmentem a hivatalba, miután elmondtam a szentmisét a templomba, fölmentem 8 órára, 8:30-re, és ott voltam délután 16:30-ig, akkor mentem haza a plébániára, úgyhogy az esti szentmisén már megint ott voltam, gyóntattam, és vagy pedig miséztem, részt tudtam venni jegyes oktatásban, katekizmus a neokatekumeneknek a tanításában, tehát a pasztorális munkában azért jelen voltam. Nehéz volt ezt a két munkát együtt végezni, de kétségtelen igaza volt a Paskai bíboros úrnak, a munkának ebben az oldalában is megvannak a maga szépséges történetei. Jó volt látni, hogy a hívek mellett a papok is elfogadnak, megszeretnek, és sikerül kialakítani velük egy olyan munkakapcsolatot, amely engem személyesen is emel és erősít, de nekik is tudok segíteni, és tudom az ő munkájukat támogatni a mindennapi problémáikban. Tehát ez is egy megerősítés volt, annál is inkább, hiszen eljött az a pillanat, amikor tároszi címzetes püspök lett, illetve Esztergom budapesti segédpüspök. Ez megint egy lépcső. Általában teljesen természetesnek vesszük, hogy ha egy ember hivatást választ, akkor lépdel föl azon a bizonyos ranglétrán, de ez milyen gondolatokkal övezte ön ezeket a kinevezéseket? Én igazán arra gondoltam, amikor a papi hivatást választottam, hogy egy plébánosként élek majd valahol, akár vidéken, akár Pesten, és plébánosként fogom az életemet leélni. Ez egy külön új történet volt, amikor a püspöki kinevezést megkaptam. Éreztem, hogy itt most valami másról van szó, valami többet kell az embernek nem csak dolgozni, hanem valami többlet kegyelemmel is kell együttműködni. Püspöknek lenni, tehát kiállni, valahol példát mutatni tanításban, életben, ez egy súlyos felelősség. Az egyház azt tanítja, hogy ha az Isten ad egy feladatot, akkor annak a feladatnak a teljesítéséhez megadja mindazt, amire szüksége van az embernek. És ebben bíztam, hogy a jó Isten akkor meg fog segíteni, és valóban megtapasztaltam az Istennek ezt a kegyelmét, amivel erőt adott a püspöki feladatok teljesítésére, amire szükségem is volt, mert most már még kevesebb idő maradt a plébániára, a hívekkel való közvetlen, mint plébánosnak a kapcsolat ápolására, mert kellett járnom az egyházmegyét, búcsukon, bérmálásokon, jelen kellett lennem, egy ilyen szolgálatban is részt kellett vennem, és kellett segítenem Paskai bíboros urat. Megérkeztünk a 21. századba, 2003-at írunk, mikor őszentsége II. János Pál pápa kinevezte ön püspökké. Mielőtt erről beszélgetnénk, nézzünk meg egy bejátszást, szintén 2003-ban készült, Bakonyi István vendégeként áldott emlékű Takács Nándor megyés püspök úr és ön beszélget, és ebből kiválasztottam egy rövid bejátszást, annak tükrében, hiszen akkor érkezett meg Székesfehérvárra, hogy mit gondolt püspök atyáról. Egy sorba akarok beállni, amelyben nagyszerű és szent életű, az egész nemzetet szolgáló és a nemzetügyét segítő püspökök állnak. Ennek a sornak én vagyok a 20. püspöke. Elsősorban szeretném a papokat megismerni, a plébániak életét megismerni,
és szeretném a papokkal a kapcsolatot megerősíteni. A püspök a zsinat tanítása szerint a papoknak atya kell, hogy legyen. Én szeretném, hogy a püspökök így ismerjenek meg, és így tekintsenek majd rám. Fontos feladat a hívek lelkének a megerősítése, és a lelki életüknek a gazdagítása. Tehát egy ilyen irányultság, ebben természetes módon benne van Máriának az a tisztelet, ami Fehérvári Egyházmegyéhez ősidőktől kezdve hozzátartozik. Attól az időtől kezdve, amikor még nem is volt Fehérvári Egyházmegye, csak Székesfehérvár volt, és Szent István király fölajánlotta az országot a szűzanyának. Fontos dolognak tartom az ökumenének az ápolását, a keresztény egyházaknak, Krisztus közösségeinek össze kell fogni, Krisztushoz kell mennünk, és Krisztusnál egymásra kell találnunk. Ez az egység, ennek a megélése, ennek a munkálása egy fontos feladat, és ugyanígy fontos feladatnak tartom azt, hogy a közéletben is tovább vegyünk részt, mint püspökség, mint egyházmegye, és tudjuk szolgálni a jó szándékú, jó akaratú embereket, azokat az ügyeket, amelyekben együtt tudunk dolgozni, mindenféle pártállástól függetlenül az embereknek, a polgároknak az életét segítve. Nemrégiben pedig azt mondta püspök atya, hogy mára belegyökeresedtem, beleízesültem Székesfehérvár életébe. Nos, mi, akik ismerjük Székesfehérvár életét, a közéletét, az egyházét megerősíthetjük, hogy igen, a tervei, a megfogalmazott gondolatai mentén azt hiszem, hogy minden úgy történt, ahogy, hát igen, belegyökeresedett, beleízesült. Fenntartásokkal érkeztem Fehérvárra. Félelem, bizonyos rossz emlékek ott voltak bennem, amik teljesen emocionális dolgokon alapultak, hogy itt mindig meleg volt, amikor itt jártam, nyűgös voltam, fáradt voltam, nem nagyon jól tűröm a meleget. De abban a pillanatban, amikor beléptem hivatalosan a püspöki palota ajtaján, ez egy csoda tulajdonképpen bennem, ez mind elpárolgott, és valami nagy erő és békesség született meg, hogy ott vagyok, hová az Isten küldött. És itt kell nekem, amíg a jó Isten akarja, a küldetésemet, feladatomat teljesíteni. Ez a pillanat, az ezt tett engem fehérvárivá, és én ez azóta ezt őrzöm, és tudatosan élem meg tulajdonképpen minden nap. Itt vagyok itthon. Ennek a városnak a szellemisége, a történelme, az egész kereszténységben elfoglalt helye megérintett, és lelkem világát képezi ma is. Örömmel hallottam és néztem ezt a kis bejátszást, mert úgy gondolom, hogy az akkori elhatározások, célok, azok ott vannak ma is az életemben, és tetten érhetők. És én azt remélem, hogy a munkatársak, a protestáns testvérek, a város polgárai és elöljárói mind-mind azt látják, hogy valójában egy határozott és egyenes irányú törekvés az életem ezeknek a meghatározott, megfogalmazott céloknak az érdekében. Igen, megerősíthetem, hogy mi is ezt tapasztaljuk napról napra. Két dologról feltétlenül kell, hogy szó essék, az egyik a Caritas. Ön úgy fogalmazott, a megértő gondozás, a vigasztaló szavak, az önzetlen szolgálat mind-mind égi boldogságunká válnak. Égi boldogságunká válnak, de ugyanilyen fontos azt hiszem az, hogy földi boldogságunká is. Egyre inkább azt érzem, hogy nem lehet elválasztani a földi életet a égi élettől, hanem az embernek van egy élete, amit az Istentől kap. Itt a földön éljük annak az első részét, és aztán a halál kapuján átlépve jutunk el a második részhez, az örökké tartó részhez, az Isten világába is. Ha az ember itt a földön tud örömet szerezni, tud békét teremteni, tudja a fele barátját szeretni, segíteni, akkor képessé teszi magát arra, hogy az Isten előtt is ezt a boldog életet tudja megtapasztalni. Ha békétlen és összeférhetetlen,
az lesz az égben is, és így számára nem lesz mennyország, hanem az az örök élet, az bizony keserves lesz, mert a békétlenséget magába hordozza majd az ember. Nem különben fontos a mindennapjaikban a katolikus rádió, a Magyar Katolikus Rádió. Én azt gondolom, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy egy ilyen médium működjön, és úgy működjön, ahogy az ön vezetésével ezt teszi. Hiszen ez napról napra megerősítheti a hittel élőt, illetve aki nem hisz ennek ellenére, bizonyosan odafigyel azokra a gondolatokra, amelyeket napról napra megtapasztal a köznapi létében is. Azt tűztük ki célul a Katolikus Rádióba, hogy a keresztény értékeket próbáljuk meg közvetíteni. Nem a keresztény jelszót akarom erősíteni, hanem annak a tartalmát kell az emberekhez közel vinni, hiszen sok értéket elvesztünk, elfelejtünk. Fontos, hogy az, amit a kereszténység 2000 éves történelmében az embereknek tudott adni, vagy Szent István óta a magyar kereszténység által megtapasztalhatunk, ezek eljussanak ma is az emberekhez, hogy tudjanak a gyereknevelésről, az egészséggondozásról, a világ dolgairól úgy gondolkodni, hogy abban ezek a keresztény gyökerek érvényre tudjanak jutni. Nemrégiben alkalma volt püspök atya a Ferenc pápával találkozik. Mi a Szent Atya látogatásáról kérdezném, előtte azonban még térjünk vissza egy rövid gondolatsor erejéig, egy bejátszás keretében, hiszen ez szervesen kapcsolódik ahhoz, amit majd kérdezni fogok. A rendszerváltással egy nagy lehetőség nyílt meg az egyház előtt, amire az egyház sem volt fölkészülve, mint ahogy az állami berendezkedésnek sok szerve sem volt erre fölkészülve, hiszen olyan váratlanul és hirtelen történtek akkor az események. Az egyház sokféle lehetőséget kapott. Mehetünk kórházba, betegek mellé, mehetünk börtönbe a szerencsétlen emberek mellé, akik mindegy, hogy mennyire tehetnek róla, de szerencsétlenek. Ott vannak az elesettek, kábítószer függők, akiknek a segítésére lehetőség nyílt. Ott vannak a katolikus iskolák, amelyekben gyerekeket kell fölnevelni. Az katolikus családoknak a támogatása egy nagy kérdés az egyházban. Most ezek mind olyan súlyos problémák, amiket nagy örömmel vállal az egyház, és próbálunk ezeknek megfelelni, de nyilván nem tudjuk, még 10 évvel vagy 11 néhány évvel a rendszerváltás után sem vagyunk képesek maradéktan és tökéletesen megfelelni ezeknek, hiszen nincsenek embereink, az intézmény rendszerünk még nem teljesen kiépült, még sokféle problémát kell megoldanunk. De nagyon nagy dolog az, hogy egy együtt gondolkodás, a közéletnek a szolgálata, az elfogadott lett társadalmilag is, és az egyház megtalálta a helyét ebben a mai magyar valóságban. Annál is inkább, hiszen nemrégiben szintén megerősítésként mondta ön, hogy az egyházi ember is állampolgár, így joga és kötelessége is állást foglalni a világ dolgaiban, ez az egyik része. A másik tette hozzá, az igazi politika elsősorban erkölcsi kérdés. Ennek tükrében, amikor Ferenc pápával volt alkalma találkozni, nagyon sok mindenről szó esett. Leginkább az, hogy minden nemzet őrizze meg értékeit, hiszen nem az egységes közös nagy Európa a fontos számunkra, hanem a nemzetek egysége külön-külön. Valóban ezt nagy örömmel és megnyugvással hallottuk a Szent Atya szájából. Nagyon közvetlenül, nagyon barátságosan, testvériesen fogadott bennünket, és nagyon világosan, egyszerűen fogalmazott. Amikor ezeket a tanításait elmondta, mindannyian örömmel fogadtuk ezt a szót, ezt a tanítást, mert azzal csak veszít az ember, hogyha gyökereit, a múltját, a sajátos értékeit föláldozza bármilyen célért, azokat megőrizni, használni és vele másokat gazdagítani. Ez a keresztény ember kötelessége. Excellenciás uram, köszönöm, hogy megtisztelt. Még egyszer minden székesfehérvári nevében és az egyházmegye valamennyi egyházmegyében élő valamennyi ember nevében gratulálok, és köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Spányi Antal, a székesfehérvári egyházmegye püspöke, székesfehérvár díszpolgára volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra!